V. Kulcsár Ildikó újságíró, 11 kötetes író, középiskolai tanár, családi mediátor. A legtöbben a Nőklapja szerkesztőjeként ismerik. Ne félj, mesélj című rovatát 25 esztendővel ezelőtt indította. Az elmúlt évek során levelek ezrei érkeztek hozzá, és számos olvasónak ma is ez jelenti az egyetlen lehetőséget, hogy örömét és bánatát elmondja. Jöttek olvasói levelek. Én becsöppentem az utcáról, ezt mindig mondom a tanítványaimnak, hogy esküszöm, így történt, sok tanúja van. Fölvettek az utcáról, gyeses kismamaként kezdtem írni a Nőklapjának, és ezt csak behívtak. És bementem remegő lábakkal, ott voltak olyan nagyságok, mint Földes Anna, Seffer Erzsi, Sztipiáde Szerzsi, osontam a fal mellett, és aztán elkezdtem írni a mániáimat. És valami miatt ez az ötgyerekes, kicsit szédült, kicsit sok, túl sok humorral megáldott nőszemély, szerint személyem talán kezdett hatni. És jöttek a levelek, és jöttek a levelek, és jöttek a levelek, aminél fantasztikusabb ajándék azért nincs egy újságíró életében, mert hát érzi a visszacsatolást. No és akkor én mindig válaszolgattam, és akkor egy csomónak nem tudtam válaszolni, és akkor idegbeteg voltam, és akkor kínos, és szégyellem magam. És akkor jött az isteni szikra, mondta a főszerkesztő, hogy van-e valami ötlet, és akkor így puty, hát mi lenne, ha alapban válaszolnék. Ilyen egyszerű volt, és azóta válaszolok alapban, és jönnek a levelek, és jönnek az e-mailek, és nagyon hálás vagyok érte az olvasóknak, mert olvasók nélkül én nem lennék érdekes. Az újságíró 5 gyermekes, 6 unokás nagymamaként járja az országot estjeivel, ahol arról is beszél, számára a derű világszemlélet. A nyíregyházi közönségnek azt is elárulta, hogy pótmamaként tekint Janikovszky Évára, aki arra biztatta, ne csak cikkeket, hanem könyvet is írjon. Szerinte a könyv az újságcikkekhez képest egy szabadabb játszótér, a szerzőt itt nem kötik szigorú korlátok. A Magyar Köztársasági Érdemlen Lova keresztjével is kitüntetett szerző jelenleg a 12. kötetén dolgozik. Készítek egy könyvet, ami jövő év kimondottan anyák napjára fog megjelenni. A címe, idegenes címe, ezt elmerem már mondani, mert 2/3 része készen van. Szeretnélek, pont jaj. És az alcíme, anyák, nagyik és egyéb szent őrültek. Többet nem mondok. A sok humorral fűszerezett találkozó házigazdája Kovács Dénes újságíró volt, aki legközelebb november 27-én Tóth Zolkával, a Móri Zsigmond Színház művészével beszélget majd a Több szem közt című sorozat következő estjén.